Kezdődik a Moszkva -tér. köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, a stúdióban pedig Hidegkuti Konstantin, a Moszkva -tér állandó szerzője, nemzetközi kapcsolatok szakértő. Szia, köszönjük, hogy ma is velünk tartasz. Üzőzem a hallgatók. Arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, kövessék a Facebookon a moszkvatér.comot, ot és olvassák is a portált, ahol folyamatosan információkat kaphatnak a poszt és az orosz térség legfrissebb híreiről. És akkor most háború, orosz háború, aztán majd rátérünk a hegyi-karabaki konfliktusra is, amelyről sokan azt azt mondják, hogy ez lehet akár az új ukrán konfliktus. De először beszéljünk az orosz-ukrán háborúról. Úgy tűnik, mintha a fronton nem sok előrelépés történne sem orosz, sem a ukrán oldalon, de te hogy látod, mi zajlik jelenleg? Leg, a legutóbbi helyzetjelentésünkhöz képest érdemi változás a frontok vonalában, vagy az erőviszonyokban nem történt. Ukrajna továbbra is próbálkozik a zaporozsiai fronton a klasszikus rabocino verbovoje, tengely, illetve a Vremjevkai kiszögelés térségében, Rabutino Verbové esetében, ami újdonságnak mondható, hogy megint, mintha úgymond oszcillálna a front, azaz a, a, amit mondjuk száz métert foglalnak el a nappal folyamán az ukránok, az oroszok azt éjjel visszafoglalják, szóval itt érdemi változás nem történt, volt továbbra is teljes mértékben orosz ellenőrzés alatt van, Rabotino többsége pedig egy nagyjából a szürke zónának feleltethető meg, az se az orosz, se az ukrán fél nem tudja a telje, ellenőrizni azt a térséget. Ami, ami változás volt még, hogy Ukrajna ismét, megint csak a szokásos ilyen próbálkozásos taktika alapján, próbálkozott egy kisebb támadás a Novodonetskoye települése ellen, ami a, ami a Donetsk és Zaporozsai területek határán található. A támadás itt is sikertelenül zárult, és uh, ukrán források szerint is nagyjából még talán 6-7 hetük van az ukránoknak, hogy... Uh, bármilyen eredmény elérésére, de még mindig nem tudták az első orosz védelmi vonalat sem áttörni, nem hogy még az egész Uravikin vonalat vonalon áthatolni. A, ami érdekesség inkább, hogy Ukrajna ismét úgymond beízította a, a Bakmut környéki ö, harcokat, valószínűleg megint csak presztízs értékből, hogy ha már Zaporozséban nincsenek sikereik, akkor próbálkoznak a, a Bakmut esetében. Ott kisebb sikereket sikerült Ukrajnának elérnie. A Bakmuttól dére fekvő település településbe ismét úgymond visszaszivárogtak az ukrán erők, és nagyjából ilyen feles megosztásban van a orosz és ukrán csapatok közt, illetve Andrejevka, ami Klesyejk-tó délre található, az is ilyen fontos védelmi pont ott a Bakmuttól délre fekvő védvonalak esetében. Az is inkább a szürke zónában van, mint orosz ellenőrzés alatt, de ezek a támadások is megint csak ilyen hullámzó tendenciát mutattak, szóval a június-júliusban szintén volt már erre példa, hogy a ukránok bevonultak Kleszcsejevka egy részébe, az oroszok visszaverték, az ukránok megint visszajöttek, szóval itt e, e, megint érdemi változás a front esetében nem tapasztalható. Közben jött egy olyan hír, hogy Oroszország elkezdte feltölteni a finn határmentén álló katonai bázisait. Ez egy finn kiadvány által közzétett műhold felvételből derül ki, és a képeken az látható, hogy a Petrozavodszki katonai raktárban és az Alakurti katonai bázison új raktárépületek épülnek, katonai járművek és felszerelések tárolására és karbantartására. A lap azt írja, hogy ezek az első látható jelei annak, hogy Oroszország hosszú évek tétlensége után elkezdett beruházni a Finnországhoz közeli határmenti bázisainak felkészültségébe. A finn védelmi miniszter szerint ezek azonban nem jelentenek közvetlen veszélyt Finnország biztonságára. Tehát hogy látod ez egy ilyen jelzésérték, hogy ha Finnország NATO tag lesz, akkor itt mi is valamit beruházunk, vagy lehet-e arra számítani, hogy ezen a területen akár tényleges katonai konfliktus lesz? Ez lényegében várható volt a finn NATO tagság bejelentését követően, hogy akkor Oroszország a, megerősíti az addig, de addig viszonylag nem annyira fontosnak tekintett északi határzónát, itt most a Finországa közös határa, határól beszélünk, mivel potenciálisan NATO csapatok jelenhetnek meg ott is. De ha megnézzük azt, hogy a ottani terepviszonyokat, illetve milyen földrajzi adottságok vannak abban a térségben, ö, nem a nem a legoptimálisabb, hogy fogalmazunk úgy bármilyen offenzíva számára sem, míg Ukrajna azért ismerjük, hogy sztyepe, sztyepés területek és könnyen lehet támadó célra használni. Ez az erdőségekkel, mocsarakkal, tavakkal, mindennel tarkított fin esetben ez nem, nem mondható el. Illetve szintén mai hír, hogy megerősítették, hogy Kim Jong-un Vladivostokba, Oroszországba látogat, és többek között egyeztet majd Vladimir Putyinnal a fegyverszállítások kérdéséről, meg még ki tudja, hogy miről vonattal fog érkezni. Merre repülni annyira? Hát igen, szerint. ez a családba, családba szokás, hogy amíg a lehetőség van rá, akkor a elnök, hát mondjuk azt, hogy elnöki páncélvonattal utaznak, ez Kim Irszentől kezdve Kim jong il át, most Kim Jong-óra is igaz. Ami várható vagy nem várható itt a találkozónál, ott nem feltétlen csak a fegyverszállítások kérdésére ö, kell értsük, mivel már korábban északkora korea jelentősebb mértékű munkaerőt ajánlott fel, úgymond a baráti Dombasz újjáépítéséhez és vélhetően itt ez, ez, is téma lehet, illetve az észak, miután hivatalosan en szankciók miatt nem tartózkodhatnak észak-koreai munkások Oroszországban, ezt vélhetően ezt a, ezt a kitételt ezt most így a két ország elegánsan félre fogja nézni, mivel a, az orosz távol-kelet gazdaságában jelentős, faktor, jelentős szerepet játszottak az észak-koreai vendégmunkások, akár az építkezésektől a a fakitermelésen és fafeldolgozáson át jele, ö, ö, nagy, nagy szerep jutott az észak munkásoknak, és vélhetően ezt a gazdasági kapcsolatot is felizítják, illetve potenciálisan a Donbasszi építésben is megjelelhetnek északkorai munkások, ami pedig a fegyverszállítások kérdését illeti, ott ö, nagy valószínűsége tüzérségi lőszerek kérdése lesz elsősorban a téma, mivel Észak-Korea rendelkezik a világ egyik legnagyobb mértékű tüzérségi arzenáljával, ez részben visszavezethető a koreai konfliktus jellegére is, mivel ha azt nézzük, akkor az Észak-Koreai tüzérség ható távolságában található maga Szöül is a dél-koreai főváros, és Észak-Korea jelentős a rakétatechnológia mellett jelentősebb erőforrásokat fektetett a, tüzérségi fegyvernembe, és nagy, nagy hatalmas készletei vannak a szovjet kaliberű tüzérségnél, itt értve a 122-es kalibert, a 152-es kalibert, a tüzérségi rakétákat, és amennyiben, amennyiben megállapodás születik itt a két ország között, akkor véletlenül Észak-Korea fog tüzérségi lőszereket átadni Oroszországnak, vagy akár tüzérségi lövegeket, tüzérségi, a lövegcsöveket, mindent, amit a tűzérséghez szükséges, amiért cserébe Oroszországtól ö, akár technológiát, fejlett technológiát kaphat, vagy anyagi ellentételezést, vagy élelmiszert. Ne felejtsük el, azért az orosz mezőgazdaság eléggé nagy exportőr lett a világban, és Északkorának meg kifejezetten szüksége van a a élelmiszere, akár műtrágya is lehet ez, olaj, gáz, mondhatjuk, sorolhatjuk naphosszat, szóval nagy, nagy valószínűsége, amennyiben itt tényleg megállapodásra kerül sor, az inkább barter elven fog történni, hogy fegyverért élelmiszert, fegyverért cserébe élelmiszert. Hát akkor most térjünk rá a hegyi karabaki kérdésre. Én még emlékszem arra, amikor 2020-ban ugye ismét kitörtek a zavargások hegyi karabak térségében az örmények és az azeriek között, és már akkor beszéltünk arról, hogy ez részben egy proxy háború is, és ilyen egészen izgalmas szövetségi rendszerek vesztek össze hegyi karabaknak a kapcsán, illetve amit még ilyenkor el szoktak mondani, az az, hogy már az a konfliktus is megmutatta, hogy az orosz haderő jóval rosszabbul áll egyébként, mint azt sokan feltételezték róla. Mi a helyzet most, és egyáltalán hogyan jutottunk el ideig, és miért mondják azt, hogy lehet, hogy ez a térség lesz a következő Ukrajna? Egyrészt, ha azt nézzük, bár 2020. novemberében a felek egy háromoldalú tűzszüneti megállapodást kötöttek, a karabahi konfliktust úgymond befagyasztva, de ez sose fagyott be igazán. Azóta is mindennaposak a határincidensek, a fegyveres összecsapások az, az és örmény haderők közt, ami viszont érdekes, vagy inkább problémás, hogy ezeknek az határ határincidenseknek az intenzitásai, azok egyre, 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 egyre nagyobb intenzitással a folynak, és már csak augusztusban 60 ilyen fegyveres összecsapásra került sor az azeri és örmény haderő között, amiből 10, nagyjából 17 volt augusztus utolsó hetében, és az azeri haderő az egyrészt. Jelentősebb csapatösszevonásokat hajtott végre az örmény határ térségében. Másrészt, ami inkább aggodalomra adokot, az az, hogy megjelentek az ilyen taktikai jelzések, a gyors azonosítást lehetővé tevő taktikai jelzések, ugyanazok, mint amik az orosz haditechnikán megjelentek 2022. február 24-e előtt. Itt uh, hasonlóan beszélhetünk olyan jelekről, mint egy latin V betű, F betű, fordította, O betű, Z betű. Új logisztikai jelzések hogy... uh, Lényegében olyasminek is nevezhető. Ez a, arra való, hogy az adott uh, adott katonalása, hogy mondjuk az egyrészt, hogy hozzájuk tartozik a, a, az adott jármű. ez Például a 2020-as konfliktusban ez úgy nézett ki, hogy az örmények hatalmas fehér kereszteket. Uh, festettek a saját tankjaikra és egyéb járművekre, és akkor abból lehetett látni, hogy ez az örmény. Mert hát megint a, azzal a problémával állunk szembe itt a Karabak esetében, hogy mindkét hadsereg, főleg volt szovjet technikát alkalmaz, és hát könnyű azt összetéveszteni, és hát itt egyrészt ez a barát ellenség felismerés szempontjából egy fontos jelzés. Ez is mi, illetve a haderőn belül is, hogy akkor te most ehhez az egységhez tartozol, mert V betű van rajta, te ahhoz az egységhez tartozol, mert F betűt festettünk rá, és akkor ez is egy ilyen azonosítást tesz lehetővé. Ö, ez olyan egyébként a Z-jel az Ukrá háborúban? Pontosan, igen, igen, hogy a, a Z, O, -V, a orosz részről itt például az F, V, meg hasonló jelek, és, és ha azt tekintjük, akkor az örmények is erre válaszul elkezdtek csapatokat összevonni a, a saját területükön, de az egész mostani konfliktusnak az a, ö, oka, hogy úgy mondjuk, az a hegyi Karabak-Azeri blokádja. Mivel a még örmény ellenőrzés alatt álló, az, az el nem ismert Arcaki köztársaság területét az azeri haderő, az 2022. decembere óta blokád alatt tartja. Itt kezdetben úgymond környezetvédelmi aktivisták zárták el a Lacsini korridort, Ö, mondjuk ez a önjelölt aktivisták, ez, ez gyakorlatilag azeri azeri kormány jóváhagyásával, illetve azeri kormány szervezésébe történt, aztán idén áprilisban ezeket a környezetvédelmi aktivistákat a hivatásos haderő váltotta le, és a, megint csak megszegve a 2020 novemberi oldal tűzszüneti megállapodást, önké, önkényesen Azerbajdzsán egy katonai ellenőrző posztot állított fel a Lacsin térségében, és, a Laci, és a, ennek a tűzszeti megállapodásnak volt az a feltétele, hogy akkor a Lacsini korridort azt, azt úgymond az orosz békefenntartók fogják ellenőrizni 2025-ig, ám helyette most megjelentek az azeri, azeri hivatásos haderő, és gyakorlatilag semmilyen örmény oldalról érkező árút vagy bármilyen szállítmányt nem engednek át, és blokkád alatt tartják a területet, és ez a blokád miatt az egészségügyi felszerelés sem tud átjutni, az, az esetlegesen ellátásra szorulóknál is már előfordult az, hogy, fe, hogy letartóztatták az azeri hatóságok az ott átmenő arcahilakosokat, akkor nem tud átjönni élelmiszer, üzemanyag, a elektromos áramellátása problémák vannak, és ez már egy ilyen forrás kezd eljutni ez a probléma. Ami... Most egyébként ez miért lett ismét forráspont? Tehát az elmúlt évekhez képest változott valami az elmúlt napokban? Vagy eddig tudták jegelni a konfliktus? Vagy ez a konfliktus ugyanúgy megvolt, csak most valahogy úgy alakult még a nemzetközi helyzet is, hogy ez Pontosan, hogy itt azért megvan az a Megvan az a szándék az eri részről, hogy egész, hogy úgymond Azerbajdzsán úgy tekint erre a 2020-as konfliktusra, hogy győztünk, de nem teljesen, hogy úgymond ez a novemberi tűzszünet, ez elvágta Azerbajdzsánt attól, hogy teljes Karabachot visszafoglalja, és az eri részről mi azóta is folyamatosan beszélnek arról, hogy egész Karabachot vissza kell úgymond csatolni, Azerbanjához, illetve a másik kérdés az pedig a Zangezuri korridor, ami, ami Örményország déli részén haladna keresztül, ez egy közlekedési folyosó lenne Azerbajdzsán, terü, Azerbajdzsán és az Azerbajdzsához tartozó Nahicseváni enklávé közt, és ez egy ö, Örményországon keresztül vezető ö, folyosó lenne, ám bár megállapodtak a felek erről, de a kivitelezés ennek a korridornak azóta se indult meg, és az erő, és Azerbaj, azeri részről már eléggé iredent a politika is elkezdett a hivatalos politikai kommunikációban megjelenni. Szóval úgymond, úgy mond, most egy fél pillanat, mert fel kell idézem, amit 2023. márciusában a türk államok tanácsán mondott Ilham Aliyev azeri elnök. Szóval az idézet szerint, és ez az azeri, és ez elérhető az azeri elnöki hivatalnak a hollapján a leírat, a szovjet kormány 1920. novemberében hozott döntése, amely nyugat zangezúrt, most hozzá téve ez a Örményország keret és déli területei, a mi történelmi földünket elválasztja Azerbajdzsántól és átadja Örményországnak a török világ földrajzi szétválasztásához vezetett. Avagy az uh, Azerbajdzsán az Örményország nemzetközileg is elismert területét egyre inkább úgymond ilyen nyugat Azerbajdzsánnak tekinti, és fennáll a veszélye annak, hogy amennyiben Karabach kapcsán kitör egy újabb háború, az nem csak Karabachra fog korlátozódni, hanem átterjed Örményország uh, Örményország nemzetközileg elismert területeire, és Azerbajdzsán megpróbál egy korridort létrehozni a Nahiceváni területéhez, Örményországból kihasítva ezt a területet. És ez azért egyrészt az Örményországnak érthető módon ez probléma, de ami úgymond ilyen sötét ló itt a játékban, azt Iránnak hívják, mivel Irán, számos alkalommal az elmúlt években nyíltan közölte, hogy amennyiben a határok megváltoztatására kerülne sor a kaukázusi térségben, akkor abba egy, nem csak, hogy nem egyezik bele, de akkor fegyveres beavatkozást fog végrehajtani. És mivel ha úgy tekintjük, az egyetlen szárazföldi kapcsolata iránnak a, a külvilággal, ami nem a türkvilágon Megy keresztül, ezt most az északi határzónát nézzük, akkor az Örményországon keresztül vezet is egy, egy, mind gazdasági, mind a szankciók kiátszása szempontjából egy kie, kiemelten fontos térség, és Irán nem engedheti meg magának, hogy a, úgymond az egész északi határszakaszát azt a török államok vagy türk államok e, ellenőrzése alatt álljon, és emiatt amennyiben sor kerülne egy konfliktusra és átterjedne az Örményország területére, szinte biztosra mondható, hogy akkor a konfliktusba Irán is akár, bármilyen módon beavatkozhat, Történhet ez fegyverszállítása, történhet ez nyílt beavatkozása, történhet az, hogy akkor cserébe Nahicsevánba, illetve dél azerbajdzsánba fog úgymond ilyen felkelést ki, kirobbantani Irán, mert nem engedheti meg, hogy ezt az örmény határszakaszt ezt elveszítse, illetve nem csak ez a probléma, hanem az örmény, az azeri iredenta mozgalom török támogatással az azért mondjuk azt, hogy szemez az, erba, az iráni területekkel is, mivel Azerbajdzsán az, mielőtt még az azeri, a mostani Azerbajdzsán területe orosz felhatóság alá került, Irához tartozott, és úgy kell elképzeljük ezt a térséget, hogy több azeri él Iránban, az iráni Azerbajdzsán tartományban, mint amennyi azeri Azerbajdzsánban él, és megjelentek ezek az irredent a kijelentések is az azeri részről, hogy úgymond vissza kéne venni itt is a történelmi földünket, és ez megint csak az Irán területi integritás, nem engedheti meg, hogy területi integritását az azeriek úgymond megcsócsálják. De akkor itt, ha jól leértem, akkor van egy azeri nemzeti érdek, egy örmény nemzeti érdek, és van egy csomó nagyhatalmi érdek, ami sokszor ütközik a nemzeti érdekekkel. Pontosan, szóval itt a, ö, megjelenik itt az Egyesült Államok kisebb a kérdésben, meg megjelenik Oroszország. Az Egyesült Államok és a nyugati nagyhatalmak úgymond nem fognak nemet mondani egy azeri terjeszkedésre, mivel ha úgy tekintjük, akkor ez az úgynevezett nagy turán projekt, ez ami a török, török világot hozná létre, és egy összefüggő területként létezne. Ez egy kalifátus vízió hát, egyébként? Nem, nem is kalifátus, ez egy ilyen geopolitikai érdekszféra lenne, ami amennyiben létrejön, akár az Angezuri koridor, akár az, hogy elfoglalják ezt a területet Örményországtól, az egy összefüggő zónát hozna létre, ami ö, Ankarától Bakuig terjedne, és onnan meg csak egy ugrás, úgymond a Kaszmi tengeren keresztül, Közép-Ázsia. És erre azt mondják, hogy inkább ez, mint orosz érdekszféra. Pontosan. És hogy akkor így megvalósulhat egy akár kompromisszumos Eurázsia megoldás? Hát nem is Eurázsia megoldás, de akkor, a, akkor már csak két lépés, hogy a nyugati érdekek, nyugati szolgálatok, nyugati minden meg tudjan, úgymond Oroszország. már úgyis öreg, beteg, utolsó mert... ciklusa nyugati szolgálatok megjelenjenek Oroszország déli kulcsfontosságú határterületei mellett, és a másik érdek pedig az, hogy Oroszországot úgymond a nyugat szempontjából ki kell szorítani a kaukázus térségéből, és ebbe, hát Grúzia az már, Grúziát azt nem kell említsük a 2008-as háborút követően, Azerbajdzsán partner, mert maximum gazdasági érdekek kötik Oroszországhoz, és ami, ami, itt a kérdés, az Örményország. Szóval amióta 2018-ban e, Nikol Pasinyan e, hatalomra került Örményországba, egyre rosszabb az az, az eri orosz, az örmény orosz viszony. Itt, Ugye ő korábban egy orosz barát politikusnak számított talán. Inkább, inkább, annak mondanám, hogy ez a nincs más, akkor jók az oroszok is és pont most a La Repubblica olasz lapnak adott interjújában konkrétan ö, ö, azt a a szovjet, -szovjet térségben klasszikus, többvektoros külpolitikát hirdette meg, hogy történelmi hiba volt úgymond Oroszországos stratégiai partnernek tekinteni, és Örményország megpróbál, vagy Örményország igyekszik a nyugati kapcsolatait is. Ö, felpörgetni, hogy mondjuk úgy. És ez érthető módon Oroszországnak nem, nem Oroszország ezt nem fogadja kitörő örömmel, ahogy Örményország úgymond megpróbál kikerülni itt a befolyási övezetéből, és ez kombinálva azzal, hogy, hogy a nyugatnak is az az érdeke, hogy Oroszország kikerüljön a a kaukázus térségéből egy eléggé ingoványos talajt hoz létre, de ha meg a geopolitikai realitásokat nézzük, Örményországnak egyedül Oroszország lehet a biztosítója, mert a nyugat nem, a nyugat nem fog háború esetén Örményország segítségére sietni. Szóval nem lesz az, hogy akkor Megállítjuk a, megállítjuk a háborút, mint történt, az 2020. novemberében nem fog katonai segítségnyújtást adni. Persze jönni fognak ezek a, a hashtag, hashtag izé, örményországgal vagyok, meg Izé, meg a a 84 ezer közlemény arról, hogy mi, mi majd segítünk nektek, de tényleges katonai segítségnyújtást Örményország kizárólag Oroszországtól, illetve Irántól remélhet. Viszont ezeket a kapcsolatait, meg hát ez a, a, szoktuk látni a klasszikus mémet, hogy amikor ott ül valaki a faágon, és vágja, vágja le a, egy fűrészel a faágat, no ez a pasinyai külpolitik, ez nagyjából ezzel, ezzel a mémmel lehetne összefoglalni. És nem gondolhatja a Pesinyán joggal azt, hogy hát ha Ukrajnának segített a nyugat, akkor Örményországnak is fog, főleg azért, mert azért a nyugat kommunikációjában az Erbajdzsán az egy ilyen fél diktatúra, és adott esetben még Törökországgal kapcsolatban, Erdogánnal kapcsolatban is sokszor elhangoznak nagyon kemény nyugati kritikák. Cserébe másik oldalt meg ott van az, főleg európai szempontból, hogy Hát akkor most eldobtuk az orosz szélhidrogéneket, hát nincs más, Azerbajdzsához megyünk. Szóval itt. És azért Magyarországot nagyon keményen kritizálták korábban, most meg azért kopogtatnak az Azerbajdzsához. Pontosan, pontosan, szóval itt itt a gazdasági érdekek felül írják a politikai érdekeket, és emiatt sem várható az, hogy a nyugat úgymond az azeri széhidrogén szállításokat, Veszélyeztesse Örményország támogatásával. Itt megint csak az, hogy ez a. Nem, nem tudom szebben megfogalmazni, Pasinian úgy mond egy hasznos hülye a nyugat szempontjából, abból, abból a tekintetből, hogy fokozatosan vágja el az orosz kapcsolatokat a nyugati segítség reményébe, de nem fog tudni a nyugat segíteni. Egyrészt az azeri gazdasági érdekek miatt, mert hát, ha megnézzük a földrajzot, akkor hogyan. Szóval legfeljebb, Grúzián keresztül tudna valami segítséget nyújtani, mert ha itt háború törne ki, akkor Törökország érthető módon semmilyen módon nem engedélyezni a segélyszállításokat, másik oldalt ott van. Azerbajdzsán, délen ott van Irán, ami hát megint csak nem a nyugat legnagyobb puszipajtása, és, és ott vagyunk, hogy legfeljebb Grúzián keresztül tudnának segélyszállítmányokat biztosítani, de ugyanez mondjuk igaz Oroszországra is, hogy a Oroszország problémája az örmény segítségnyújtás kapcsán az, hogy kizárólag Iránon keresztül tudna biztosítani haditechnikát, vagy egyéb ellátmányt, mivel Grúzia, Grúzia értető módon megint csak nem fogja engedni, Azerbajdzsán az egy háborús fél, és egyedül itt az ilyen az er, Azerbajdzsán megkerülésével déli iráni részről. Ö, de akkor itt számítasz arra, hogy megint fegyveres összecsapások lesznek, akár hosszú távon, és ö, számítasz arra, hogy ö, ezeket a kérdéseket most, akár az ilyen vitatott területek esetében most tényleg lejátszák a felek? Ö, egyrészt, ha megnézzük a Kaukázus történetét, akkor Hát mondhatjuk azt, hogy ez egy felturbósított Balkán, szóval folyamatosak ott az egymás, a háborúk, a népírtások, a, a összecsapások, szóval sose a békéjéről volt híres a Kaukázus is. Egyre jobban az, az látszik, hogy Azerbajdzsán részben kiasználva azt, hogy Oroszországot lefoglalja az ukrajnai háború, megpróbálja a karabahi kérdést még a 2020, az orosz békefenntartó misszió 2025-ös határideinek lejárta előtt katonailag rendezni. Szóval az, az azeri haderő az elmúlt évtizedekben yeah, uh, főleg megint csak az olaj és egyéb szíhidrogén bevételeknek köszönhetően egy hatalmas modernizáción esett át, amihez még ha hozzáveszik a török támogatást is, akkor azt látjuk, hogy katonailag sokkal erősebb Azerbajcán ör örményországnál, és ez, ez nyilvánult meg például a 2020 novemberi ez az úgynevezett 44 napos háborúban is, és egyáltalán nem kizárt, hogy most a úgymond ezek a faktorok olyan összképet adnak, amik ö, úgymond lehetővé teszik Azerbajdzsánnak, hogy, ö, hogy akkor, a, akkor, nem csak Karabachot foglalja teljes egészében vissza, de részben még akár örmény, nemzetközileg is elismert örmény területeket. És ezt például hagyja a nemzetközi közösség? Hiszen ha ezt hagyja, akkor Oroszország-Ukrajna viszonylatában meg joggal mondják azt, hogy akkor azt meg miért nem hagyja? Itt ahhoz, ahhoz ahhoz a kérdéshez jutunk vissza, hogy mennyire érdeke, szóval mi, milyen érdekek fűzik az adott térséghez, és ha a Kaukázust nézzük, akkor ott az azeri széhidrogégen túl a Nyugatnak sok érdeke nincs. De persze, oda belerugni egyet az oroszokba azzal, hogy akkor Örményországot leválasszuk, meg, kiszorítsuk a dél-kaukázus térségével Oroszországot, de a nyugatot igazán olyan érdekek, mint olyan geopolitikai érdekek, mint például Ukrajnához, nem kötik. Ö, ugye itt a napokban volt egy Putin erdogán találkozó, ahol akár erről beszélni is lehetett volna. Beszéltek? Ez egy nagyon jó kérdés, ami ami kijött erről is kommunikáció itt a tárgyalásokról, az főképp a fekete-tengeri gabonaszállítás, szállítmányokat, Szíriát érintette, a szíriai helyzetet, illetve azt, hogy Oroszország évi 1 millió tonna gabonát fog Törökországnak szállítani katari, 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 pénzügyi biztosítás mellett, és nem, persze, főleg a mostani helyzetben egyáltalán nem kizárt, hogy tárgyaltak valamit a, Kaukázus, illetve Karabak és Örményország kérdéséről, de nem tudni, hogy mik, mik voltak itt a, a, tárgyaló asztalok mellett. Ami, amit tudunk, meg ami, ami tényleg elérhető, hogy a, orosz, a karabaki orosz békefenntartó missziónak a vezetőjét leváltották, egy új személy került a helyére, illetve az, hogy ez a béke fenntartó misszió, amúgy ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy közös orosz-török misszió, hogy Oroszország mell, hogy úgymond örmény oldalról Oroszország képviselteti magát, az erő oldalról pedig a török, a török katonák, de nem tudni, hogy persze beszéltek erről, de hogy ennek milyen eredménye lett, azt nem tudjuk, de mindenképpen a erdogán putyin találkozó után sem csökkentek a feszültségek a, a térségben, és ugyanúgy Azerbajdzsán folyamatosan vonja összecsapatait a határmentén mentén, ugyanúgy folytatódnak a fegyveres összecsapások, Ugyanúgy ott van a politikai káosz is, például itt arcakban, az az örmény karabaki területeken, ahol egymás augusztus végén egymás után mondott le a miniszterelnök és az államfő. Most arra vége sikerült egy új államfőt találni, szóval úgy tűnik, hogy a örmény oldalról ez a politikai krízis elkerülhető ebben a, ebben a feszült időszakban, de ugye a háború szele ugyanúgy a levegőben van. Sokszor hajlamosak vagyunk ilyenkor kihagyni emberi tényezőt, de mennyire lehet arra számítani, hogy itt a konfliktusok, összecsapások során ismét emberek halnak meg, nehogy Isten tömegével halnak meg, mint Ukrajnában? Gyakorlatilag, ha ez már, ez már részben zajlik, szóval ha azt nézzük, hogy 120 ezer embert az a, a, kara, az örmény ellenőrzésű karabak vélhető lakossága, 120 ezer embert 9 hónapja tartanak blokád alatt, akkor, akkor, ez a ha még persze még nem haltak meg, meg még nincs háború, de az már ennek az előszele, hogy eh, ahogy, ahogy annó Ukrajnának csak a területre volt szüksége Dombaszban, nem a lakosságra, ugyanez igaz Karabakh esetében Azerbajdzsara, Ott, ott, se, ott se az örményekre van szüksége, úgymond az azeri vezetésnek, hanem a területre. És ha megnézzük azt, hogy a 90-es években is milyen pogromok zajlottak a, a, az első karabaki háború kapcsán, illetve azt megelőzően, sajnos, meg hát a történelmi tapasztalatokat tekintve, ugyane ha háború fog kitörni, ugyanez várhat Karabakra. Mennyire számítasz arra, hogy ez a konfliktus is el fog húzódni? vagy adott esetben még egyes érdekkörök így tovább is fogják görgetni, illetve itt ugye Oroszországnak kérdés, hogy mennyire kell odafigyelni erre a térségre, hiszen közben zajlik az orosz ukrán háború. Egyrészt ez már ez a, ez a, ez a konfliktus 1988 óta egy nyílt seb a kaukázus térségében, és, és nem valószínű, hogy bármikor a közeljövőben is le, tud, le tudna zárulni. Uh, amennyiben háborúra kerül sor, ott uh, megint csak a fő kérdés az az Irán, Irán, jelentette sötét ló, mert akkor egy sokat a, az eddigiekhez képest egy sokat a nagyobb konfliktus fog előttünk állni, mert uh, egyszerűen át fog terjedni, uh, úgymond a regionális szereplők is be fognak avatkozni, amennyiben uh, Örményországnak a nemzetközileg elismert területe is veszély ala, a veszélybe kerül. Itt akkor még Irán szerepéről mindenképp érdemes beszélni, hogy ugye azt mondtad, hogy Örményországot, Oroszország és Irán segíthetni. Azért látjuk, hogy Irán a proxy háborúkban jó, meg azt szereti a legjobban. Mennyire várható, hogy én feltűnnek az iráni sahid drónok, vagy akár katonai támogatást ad, illetve amiről talán kevesebb szó esik, hogy milyen az irán töröki, iráni török viszony, abból a szempontból, hogy itt akár akkor proxy háborúba kerülhet Törökország és Irán egymással. Egyrészt ezek a Shahed drónok azok folyamatosan úgymond járőröznek a, az iráni azeri határ térségében, illetve az iráni forradalmi gárda még a korábbiakban olyan, felvétel, olyan animációkat is kiadott, ahol a az Arax folyó, az az, iráni azeri határ az Arax folyón átkelve láthatóan Bakusz ilő célozzák meg, szóval Irán ilyen módon is üzen az Azerbajdzsánnak, hogy nem kéne, nem, nem kéne, háborút ki, beindítani, és hogy hogyan valósulhat meg ez a támogatás Örményország szempontjából. Természetesen elsősorban ez főleg a haditechnikára hadi vonatkozó vonatkozhat, de egyáltalán nem uh, kizárható az sem, hogy akkor uh, úgymond örmény, örmény ruhába megjelennek a forra, akár a forradalmi gárda, akár egyéb uh, iráni reguláris haderőnek a, az elemei, vagy olyan milíciák jönnek létre, mint amiket látunk Irakban, Libanonban, Szíriában. Szóval uh, Iránnak számos eszköze van ebbe a Proxy, proxy háború vívásában. Nagyon jó kérdés, hogy Törökországgal hogyan lesz. Amit én látok, hogy az uh, iráni-azeri viszony sokkal rosszabb, mint az iráni-török. Ebbe az is belejátszik, hogy Azerbajdzsán jó kapcsolatokat ápol izrael és mint tudjuk, uh, az izraeli-iráni viszony az. Uh, az uh, Nem a legbaráti. Igen, eléggé ellenséges. És Irán szempontjából azért is. Uh, nagy kérdés az Azerbajdzsán, hogy ott ö, milyen izraeli érdekek vannak még a háttérben, de az, hogy iráni-török proxi háború kitörhet-e, részben ezt amúgy láttuk már Szíriában is. Persze, nem olyan mértékben. Oroszország lelkes közreműködés. Igen, szóval ott azért a török támogatású milicisták, amikor összecsaptak a Irá, Iráni támogatású milicistákkal, aztán megjöttek az oroszok, akik meg mindent lebombáztak, szóval uh, itt egy nagyon uh, szövevényes érdek, érdek uh, van a háttérben, és egy nagyon uh, a szíriaihoz hasonló uh, kusza konfliktus tud uh, kialakulni a térségben egy regionális konfliktus, ami viszont megint csak Oroszországnak a háta közepére se kell. Szóval ugyanúgy, mint üveges tótnak a anyattes, és annyira kell Oroszországnak egy második front a Kaukázusban, mert akkor, akkor arra is a erőforrásokat át kell csoportosítani, amiközben azért az ukrajnai háború eléggé lefoglalja az orosz uh, Oroszországot. Mondhatjuk, hogy Oroszország inkább diplomáciával akarja ezt a kérdést kezelni, mint katonai eszközökkel? Abszolút. Szó főleg, ha az ENSZ-BT üléseket nézzük, akkor itt uh, a Laccini, a hegyi-karabaki blokádra is uh, Oroszország egy kompromisszumos javaslatot uh, uh, terjesztett be, ami azt jelentette volna, hogy a Lacsini korridort örmény oldalról, uh, hogy hogy örmény a blokkád, hogy a blokkád feloldásával örmény oldalról biztosítják a lacsini korridor használatát, miközben Azerbajdzsán oldaláról pedig a Agdam terület, Agdam település irányából biztosítanak egy másik folyosót. Szóval itt két ilyen humanitárius folyosót, ha megnyitnának, akkor az az azeri oldal is örülhet, illetve az örmény oldal is örülhet, de ezt mind a két fél visszautasította. Hideg Kuti Konstantin, köszönjük szépen. Én köszönöm. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, és elmondanám, hogy ma este 8 órakor majd még visszajövünk egy ultrahang műsorra. 2001. szeptember 11-ére emlékezünk majd sok-sok szakértővel. Mindenkit akkor is várunk a YouTube elé, meg a, mondanám, hogy a képernyők elé. Most pedig egy tartalom alájánló következik, viszont hallásra.